Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A karácsony előtti időszakban megszokhattuk már, hogy a jótékony célú szervezetek gyűjtéseket szerveznek, hogy minél több rászorulónak tudjanak segítséget nyújtani. A katolikus Caritas élen jár ebben a tevékenységben, jó néhány éve működik már az Angyalbatyú programjuk. Erről mondja el gondolatait Szijjártó László atya, a szervezet Veszprém megyei elnöke. Az önök szervezete hogyan tud segíteni a rászorulóknak? Milyen akciókat, milyen jótékony kezdeményezéseket folytatnak? Most a Katolikus Caritasnak zajlik egy segítőkéz nevű programja. Ez most már nem tart olyan sokáig, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepéig, ahol elsősorban tartós élelmiszert gyűjtöttünk és gyűjtünk az önkénteseinken keresztül, illetve pénzadományjal is lehetett segíteni a szolgálatunkat. Akár aki az 1356-os adományvonalat hívja, 500 forinttal segíthetnek hívásonként, illetve akár az online felület, az online térben is lehet adományozni a Katolikus Caritas javára. Holnaptól pedig valójában elindul a Tárjátok ki a szívetek program, ami az adventi programunk, a karácsonyt előkészítő program sorozatunk, ha szabad így fogalmazni. Ebben valójában különösen is a legnépszerűbb talán országosan is, de itt a Főegyházmegyében is az úgynevezett Angyalbatyú programunk. Ez valójában azért nagyon szép és nagyon népszerű programunk, mert itt arra kérjük a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat, hogy azokat a játékokat vagy gyermekruhákat, amik a gyermeknek már nem kellenek, de még jó állapotban vannak, és annak mások még nagyon örülnének, akár karácsonyra, őket arra kérjük, hogy csomagolják be ezeket a játékokat vagy gyermekruhákat, egy cipős dobozba, vagy egy kis háztartási gépnek a dobozába, írják rá, hogy kisfiúnak, kislánynak szánják, és körülbelül hány éves korúnak. Egészen valójában 14-től, november 14-től itt a Főegyházmegyében december 2-ig van a gyűjtésre lehetőség. Ebbe bekapcsolódnak iskolák, óvodák, családsegítő szervezetek, de valójában a templomokba, a plébániákra is el lehet ezeket vinni, és december 2-án pedig 2-ától a munkatársaim, az önkénteseink összegyűjtik ezeket, és még karácsony előtt eljuttatják azokba a családokba, ahol nehéz helyzetben lévő, hátrányos helyzetű gyermekek vannak. Ami a célunk ebben az évben, különösen is az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy ne csak a Főegyházmegye területére jussanak el ezek az angyalbatyuk, hanem különösen most Kárpátaljára is gondolunk. Mi már évek óta juttatunk el az ott élő szegénysorban lévő magyar gyerekek számára is angyalbatyut, de ezt az idén még fokozottabban szeretnénk hangsúlyozni. Nagyon sok angyalbatyú szokott összegyűlni, ezt még a Covid sem tette tönkre valójában, Istennek hála, tehát ugyanúgy gyűjtötték a gyerekek, nem is volt iskola, online oktatás volt, de eljuttatták mindig a megfelelő helyre nyilván biztonságos körülmények között, tehát ezeknek az angyalbatyúknak a száma a Covid idején sem csökkent. Mi bízunk abban, hogy most itt a háború meg az energiaválság következtében sem fognak ezek csökkenni. Szükségük van-e valamilyen segítségre azon túl, hogy a gyerekek, a szülők, a családok gyűjtik ezeket a csomagokat? Olyan szükség, talán segítség van, ami akár most itt a médiára is gondolok, hiszen a hírnek a továbbadása az egy nagyon nagy segítség nekünk, ezt köszönjük a televízió munkatársainak is, és mindazoknak, akik ezt hirdetik, vagy akár talán nem is megfelelő szó, de most jobb nem jut eszembe, akár reklámozzák is ezt a fajta programot, hiszen így a felhívás az eljuthat azokhoz is, akikkel esetleg mi nem tudunk kapcsolatba kerülni, de látják akár plakáton, akár a televízióban, vagy éppen újsághirdetésben, és az a tapasztalatunk, hogy így valóban egyre többen adományoznak, és hogy egyre több helyre tud eljutni ez az angyalbatyú, ez az ajándékcsomag. Mekkora mennyiségről beszélhetünk az előző évek tapasztalatai alapján?
A főegyházmegyei adatokat egészen pontosan meg tudom mondani, ez általában mindig 2000 darabszám körül szokott lenni, inkább 2000 doboz felett szokott lenni az angyalbatyúknak a száma, és ez tényleg a Covid idején sem csökkent, úgyhogy én abban bízom, hogy ez az idén is ennyi bizonyára meg lesz, és lehet, hogy még túl is szárnunk minden eddigi rekordot. Hát aki nem iskolába, nem óvodába viszi, nem szociális intézménybe, az keresse meg a lakóhelyén a Karitász szervezetet. Igen, vagy a lakóhelyén lévő Karitász csoportokat, vagy pedig akár a plébániákra, vagy a templomokba is be lehet ezt vinni, és mi december 2-án ezeket összegyűjtjük, és továbbadjuk.